plakát ellen sikerült megtalálni. Viszont ezen az információs tablón látható egy kis fekete-fehér kép ott Jábor Pál alatt. Az elmúlt évek talán legnépszerűbb győri kiállítás, amelynek témája a magyar hangosfilm plakátjai 1931 és 1944 között. A tárlatot Győr alpolgármestere álmodta meg, aki a témát könyvformában is feldolgozta, ezúttal pedig időseknek mutatta be a kiállítás anyagát, egykori plakátokat, tárgyakat és berendezéseket. Az izgalmas téma minden korosztály számára érdekes lehet, ezt mutatják az elmúlt hónapok tapasztalatai. Én azt gondolom és azt látom, hogy mindenki ugyanolyan érdeklődéssel tekinti meg ezt a kiállítást, ezt a tárlatot, hiszen azért a régi filmek, a színes plakátok, azok a reklámanyagok, amiket sikerült föllelnünk, vagy éppen az az eredeti kamera, ami ott volt a 30-as, 40-es években ezeknek a filmeknek a születésénél, illetve a filmrészletek, amiket itt láthatunk a kiállításban, az mindenki számára érdekes, van, akit nosztalgiával tölt el, és a fiatalabb korosztályokat pedig azzal az érdeklődéssel, hogy igenis érdemes egy-egy filmet ebből a korszakból megnézni. Hiszen Magyarország akkor film nagyhatalom volt. Mi, te nem voltál az operában? Hiszen tudom. Mert ezt tudni tudom, nem arról van szó, csak én tőled akartam hallani. A győri idősklubok tagjai koruk ellenére igen aktívak és kíváncsiak, most is első szóra 75-en jelentkeztek, hogy megnéznék a kiállítást. A 60-on túliak számára különleges emlékeket idéz fel a tárlat anyaga, ezért is volt igen népszerű az ESI újabb akciója. Szokásos módon azt kell, hogy mondjam, akár a sporteseményeknél, akár más kulturális eseményeknél egy rendkívül pozitív fogadtatása volt a gondolatnak. Külön öröm volt, hogy itt van ezen a helyszínen ez a kiállítás, hiszen a múzeummal nagyon régóta működünk együtt, több olyan közös programunk volt már az elmúlt években, aminek nagy sikere volt, és maga a téma is úgy gondolom, hogy egy olyan korszakot, időszakot ölel fel, ami a nálunk klubjainkban lévő időseknek a gyermekkorát, illetve a fiatal felnőtt korát jelenti. Tavaly november óta több ezren látták már a magyar hangosfilm plakátjait, a tárlat a múzeum életében is fontos mérföldkő. A kiállítás népszerűsége töretlen, folyamatosan érkeznek a csoportok a Magyar Ispitába, hogy egy kicsit nosztalgiázzanak Perczel Zitával, Páger Antallal, vagy éppen Jávor Pállal, aki éppen január 31-én ünnepelné születésnapját. Itt nem csak plakátok, hanem különböző tárgyakat is becsempésztünk, hiszen múzeum révén így válik teljessé a kiállítást. Ezek mind-mind valamilyen módon a filmekhez kapcsolódnak. Például a Magyar Posta Múzeum jóvoltából megtekinthető a kiállításon az a CB24-es enigmatikus készülék, amivel Kabos Gyula és Gombaszögi Ella a meseautóba telefonál, vagy az a Royal írógépnek egy típusa, amely a Nászútféláron vagy a Meseautó című film irodai pletyka jelenetében is kattogott. A különleges hangulatú kiállítás egészen március végéig látogatható, de a témában megjelent könyv is sok érdekességet rejt az érdeklődők számára. A kötetet a megyei könyvtárban, az Ispitában, az Eszterházi palotában, a látogató központban, illetve a nagyobb könyvesboltokban is be lehet szerezni.